Sziaszt! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Éppen hazértem a munkából, és megzonyoztam magamat, felöltöztem, ahogy láttátok, és pakoltam, egy kicsit el kell pakolni, ugyanis kint játék van mindenhol, képzeld el, kint játék van mindenhol, a Davis most nézi a tévét, úgyhogy egy kicsikét próbálok gyorsan összepakolni, még előtt megyek és felveszem Lukat. Mutatom neked, onnan nézd meg, mi történt itt, látod? Minden állandóan ide bejön, és oda bedobja a hátulra. Nézzek, hogy néz ki. Látod, hogy néz ki az óra? Látod, le van kopva. Na mi helyzet? Na mi helyzet, nyuszi? Oda néz ki ott meg közben. Mi csinálsz? Vége a tévénézésnek? Pakolunk? Mi? Összepakolunk? Úgyhogy én most gyorsan összepakolok, elindulok én a Lukasz tér közben, a feleségem majd fel fog porszívózni, a porszívó már itt van elő, ugye szokás szerint, látod, ott lent, és a Davis mindig szeret porszívózni, de még mielőtt ezt, még mielőtt elkezdek pakolni, vagy elmegyek a Lukasz tér, valamit meg szeretnék veletek osztani. Nagyon sokan kérdeztétek tőlem, kértétek tőlem hónapok óta, hogy mikor lesz Ausztrália magyarul sapka, póló, ilyen ajándéktárgy, bögre, és mindig mondtam nektek, hogy majd lesz, egyszer lesz, még nem tudom, hogy mikor, de eljött most az idő. Tehát képzeljétek el, felállítottam, ja nézzük, a Davis is örül neki, felállítottam az első Ausztrália magyarul ilyen online boltot egy magyar cégnél. Hogyha meg szeretnétek nézni, vagy szeretnétek vásárolni, eddig van egy póló, van egy sapka, van egy hűtőmágnes, meg van egy bögre. Lesz még több dolog is a jövőben, de egyelőre ezt a négy dolgot állítottam fel, és arra kérlek meg titeket, menjetek fel az oldalra, nézzétek meg, mondjátok el a véleményeteket, hogy tetszik-e, mi legyen majd még a jövőben, és itt meg tudjátok vásárolni. Tehát, most ha elmegy gyorsan a Lukaszért, felveszem az iskolában, még a Lukasz se tudja, hogy hogy néz ki a póló, meg milyen a sapka, meg a bögre. Ezt tegnap este fejeztem én be a dizájnot, meg mindent, ugye meg kellett csinálni, beszélni kellett a céggel, hogy állítsák fel nekem, tehát ilyen hosszadalmas, több héten keresztül ment ez az egész, de végeztem vele, tehát mielőttem most már nézzétek ezt a videót, meg tudjátok vásárolni. Bántottam az árakat, majd meglátjátok. Na minden, kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik-e, meg megmutatom a Lukasznak is, úgyhogy ő is nagyon várta már, hogy mikor készül-e, minden nap kérdezte tőle, hogy mikor lesz kész, már akarom nézni, hogy hogy fog kinézni. Úgyhogy hozzájövök, megmutatom neki is, és nektek is. És arra kérlek meg titeket, hogy írjátok meg a véleményeteket, hogy a jövőben még mit szeretnétek látni, ugyanis a hűtőmágnesen kívül van ilyen kitűző, van ilyen kucsmás póló, nagyon sok minden van, tehát fel fogom állítani a jövőben, akit érdekel, ugye, ott meg tudjátok vásárolni. Amit akartam mondani, ez a cég Magyarországon van, tehát ott rákattintatok, megveszitek, és állítólag akár 24 órán belül meg is kapjátok a pólót, vagy éppen amit ugye vettetek. Tehát ők kipostázzák neked, de nekem nem kell, én miért elpostáznom, tehát nem kell nektek heteket rá várni. Szerintem egy egyszerű dolog, legalábbis nagyon remélem, hogy ilyen egyszerű dolog, majd megmutatom, hogy működik. Úgyhogy, mi most nem más csinálunk, mint gyorsan összeszerelőzünk. Rendben van. Aztán én gyorsan elmegyek, és felveszem a Lukaszt az iskolából, délután pedig nem tudom, hova megyünk, valószínűleg elmegyek az öcsémhez, bemegyünk szörfözbe, megnézzük, hogy milyen meleg vagy hideg a víz, ugyanis képzeld el, tegnap óta megjött a meleg, egy nyárias idő van, képzeld el, nekem nagyon, nagyon tetszik. Úgyhogy, nem húzom tovább az időt, kezdjünk pakolni. Mi? Nyuszi, pakolunk. Kiszi? Pakolunk. Nem más, mint a Lukasz az iskolában. Mi a helyzet? Érdekes volt ma az iskolában? Nem. Semmi, szokás szerint. Semmi. Tudod, mit csináltam te a este? Mit? Még te aludtál? Várjál, csak ide elfordulunk. Így aludtam? Ja, úgy aludtál. Nem más csináltam meg, mint amire egész héten vártam. A boltot, az Ausztrál magyarul első sapkát, pólót. Készen van, úgyhogy hazamegyek, aztán meg tudod nézni, hogy hogy néz ki. A mármint... sapka és póló? Vagy csak póló? Nem, vagy, van, vagy póló, csak sapka? Van póló, van sapka, van hűtőmágnes, meg bögre. Eddig ez a négy van dolog. Van mindez a négy. Ez, ja, más? De nem nekünk, csak az interneten.
De nekünk az a baj, nekünk nem küldik én el ide. Én fogok látni. Megnézted az interneten, de nekünk nem küldik el ide Ausztráliába. Úgyhogy nekünk valószínűleg, hogy azt kell csinálni, hogy itt elmegyünk egy olyan helyre, ahol ki tudjuk magunknak nyomtatni, hogy valaki megcsinál itt nekünk. Ugyanis ez a magyar cég Magyarországon elküldi mindenkinek, lehet, hogy a közeli országokba is elküldik, fogalmam nincsen, de Ausztráliában nem küldik el. Úgyhogy van pólónk, van sapkánk, de mégsem tudjuk megnézni, hogy néz ki élőbe. Úgyhogy, de lesz nekünk is. Csak mikor? Mikor? Talán jövő héten. Vagy utána héten. Kell először valakit keresni itt, aki itt is meg tudja nekünk ugyanazt csinálni, mint Magyarországon. De lesz nekünk is, nem kell aggódni. De így meg tudod nézni az interneten, most az a lényeg. Na, mit szólsz hozzá? Jó. Mit akarsz először? Polót, sapkát, hűtővágnást? Vagy bögrét? Kérem mind a három. Mind a három? Nem, mind a négy. Mind a négy, rendben. Mi a bögrét? Oda néz. Látod, hogy kezd felősödni? Lucas, meg fogunk házni. Már talán. Na várjál, zöld van. Oda nézel, ott meg nincs is egy felhő se az égen. Úgyhogy az jó. De az a baj, hogy az első meg onnét csinál, de oldalról, és délután megyek az öcsémhez, meg mész a szüleimhez. A mamához, meg a papához. Lehet, hogy nem tudjuk megnézni ezt a hideg vizet ott lent a tengerparton. Talán nem fog megeredni. Amúgy meleg az idő. Mindenki megitt a juice-át, kivéve én. Lucas, milyen juice-t ittál? Ezt a tropikus-t? Lucas nagyon szereti, meg a Davis is ezt a tropikus juice-t. Mit? Ott mindig iszik. Na milyen? Meg akarod nézni? Mutatom. Mutatom a pólót, a sapkát, a bögrét, meg a hűtőmágnest. Gyere, mutatom. Yes? Na bezárod a szemedet. Gyere, zárd a szemedet. És mondom, hogy mikor nyithatod ki. Várj, mutatom. Tehát, ez a weboldal, ez a Let Micro, ugye? Látod, az van ideírva. És erre a weboldalra felmentek, beírjátok, hogy Ausztrál magyar, vagy hello, szia, szevasz, vagy nem is kell beírni semmit se, hanem a linkbe, itt a videó alatt rákattintva egyenesen oda felvisz az Ausztrál magyarul termékeihez, vagy nem tudom, hogy mondják, vagy hogy mondják magyarul. Na, minden? Mutatom, gyere, Lucas, mutatom! Oda nézzél! Hűtőmágnes! Bögre, sapka, póló, és várj, rákattintok, hogy melyiket akarod el megnézni, a pólót? Pólót. Rákattintunk a pólóra, látod, Ausztrália magyarul póló 1, itt, és ez a póló a logóval, hello, szia, szevasz, Ausztrália magyarul vlog, és 3099 forint. Én remélem, hogy jó az ár, tehát fogalmam nincs, hogy egy pólónak mi az ára. Magyarországon én próbáltam nézni itt az oldalon, hogy mennyibe kerülnek a pólók, a sapkák és az árat, ugyanoda igazítottam. Tehát nem raktam fel nagyon nagyra, meg oda le, nagyon alulra se, tehát én ilyen közép kategóriába állítottam be, tehát remélem, hogy jól állítottam, és nem túl drága, és na minden, ha mégis nagyon-nagyon-nagyon drága, mert nem tudom, milyen árak van Magyarországon, írjátok meg, és akkor megpróbálom lejjebb venni, vagy majd valamit kitalálunk közösen. Úgyhogy sapka! De ez a logó, ki emlékszik a logóra? Amúgy, ha nézed a videókat, itt az olyan a logó, bent van ilyen kis picikébe, láttad? Volt. Most is bent van. Régebben én szoktam ilyen nagyba belerakni, most meg a videókon ilyen kis picikébe van bent itt a videó alatt, itt vagy itt, valahol itt lent. Ugyanez a logó. Tehát ez egy fehér póló, és majd még alakítunk rajta. Ha tehát van többfajta póló, hogy van ilyen V-nyakú, kapucnés, van hosszújú, rövidújú, baba. Akkor csinálni kapucnés is? Hát, hogyha az valaki szeretne kapucnésed, akkor lesz. Na várjál, visszamegyünk. Tehát írni azt a kommentekbe. És na várjál, visszamegyünk. A sapka pedig így néz ki. Látod? Hova kattint? Hello, szia, szevasz minden. Fehér sapka, rajt a logó. Látod? Ez szerintem jól néz ki. Ott mondja, csak most nagyon nem tud ráközelíteni, de... Te soha picit látni, hogy... Picit lehet látni. És ez 2040 kilométer. 2040
9, annyi volt? 9190. Itt a bögre. A bögre az így néz ki, egy fehér bögre. A bögréből is amúgy van több fajta, aminek a belső mondjuk színes, és van, aminek a... Csak úgy? Csak... Hol van ehhez úszni a szavaszra? Így, tehát itt mutatja. És meg tudjátok nézni a termékeket. Ami termékek itt vannak ezen a weboldalon, tehát ha ide belementek valahova, várjál termékek, és kiválasztátok, meg tudjátok nézni, hogy más miket árul meg az oldal, minket lehet venni. Amit az oldal meg lehet vásárolni, azt én is meg tudom csinálni a saját logóval. Tehát majd írjátok meg, hogy mit szeretnétek, hosszú ipőr, fölsőt, kapucnit. Mi is hogyan sok? Ez 2199. Nem tudom, olyan sok, vagy nem sok. Na várjál, mutatjuk a hűtőmágnest. A hűtőmágnes az meg ilyen a hűtőmágnes. Itt, látod? Ilyen kör alakú hűtőmágnes. Ez pedig 799 forint. Tehát ahogy mondtam, egyelőre ezeket állítottam be, hogyha több mindent szeretnétek, így nyugodtan írjátok meg, a jövőben még próbálok rajtuk alakítani, lehet, hogy lesz különböző, nem csak a logóval lesz, lehet, hogy lesz, nem tudom, a Lucas fejével, vagy ilyen család, vagy nem tudom, fogalmam nincs, tehát majd próbálok valami érdekes dolgokat kitalálni, nem is is akarja látni. De remélem, hogy amit eddig készítettem, tetszik majd nektek. Majd írjátok meg ide a videó alá. Köszönöm. Na, előre mindenkinek. Ja, mindenkinek. Ja. Úgyhogy majd meglátjuk, majd meglátjuk. Na, most pedig nem más csinálunk, mint lelőjük az internetet, legalábbis ezt a weboldalt. Na, oda kattanjál le. És amit akartam mondani? Mit akartam mondani? Kaptam e-maileket, kaptam, mert fényképet, valaki küldött nekem közel Mazdáról fényképeket, ilyen Mazda kereskedőnél, azt mondta, hogy ő ott dolgozik valahol mellette, és lefényképezte. Nagyon szépen köszönöm neked, jól néznek ki Mazdák. Nem tudtam még visszaérni, de jól néznek ki Mazdák. A képeslapra a címet megkaptam, még nem mindenkitől, de megkaptam, tehát fogom küldeni, nem tudtam még visszaírni, de megkaptam a címet, küldöm a képeslapot, ugye, amit megnyertek az emberek a héten. Fogom küldeni, jövő héten el fogom küldeni. Nem volt időm senkinek válaszolni az elmúlt pár napban, de megkaptam minden e-mailt, minden kommentet elolvastam, és megpróbáljuk rájuk válaszolni majd a hétvégén valószínű. Most pedig nem tudom, mit csinálunk, még itthon maradunk. Az idő, amit, ha innét nézed, nem is olyan rossz, látod? Ha innét nézed, ott túloldalt meg mi tőlünk, vagy ott azon az oldalt, ott meg kezd sötétedni, és jön ez az eső. Még azt hittem, hogy a Mazdát kiviszem, de lehet, hogy mégsem. Mi a helyzet, Nyuszi? Táncolunk? Ha? Táncolunk? Mit csinálsz? Oda, tolja a székemet, és ez mit keresi? Te! Az a szemetesbe megy. Nyuszi. Mi? Mit mondasz? Mondjad. Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! Van nálatok, terasz, kuckuc. Nyuszi, kuckuc. Gyere, most ha belemész a lencsébe, tudod, hogy nem lát senki semmit. Úgy, senki nem lát semmit, hogyha vele néz annyira lencsébe. Nyuszi. Ki van a kamera mögött? Senki nincs a kamera mögött. Így nézegeti a Davis a kamera mögött itt az LC-t, hogy ki néz minket? Nincs ott senki! Nincs! Te vagy ott, látod? Te... Na, most filmezem magamat, de nem látsz, nincs ott senki se, Nyuszi. Senki. Ha? Látod? Na, te, elég a bóckodás. Ja, mi vagyunk itt, és minket emberek néznek ott bent. Már nem ott bent. Báj, báj, jó. Majd egyszer elmagyarázom, egy kicsit idősebb lesz, hogy működik, jó? Háj! Úgyhogy most elmegyek, aztán én is hiszek egyet, ami most már kezdek jobban lenni, képzelj el. Ja, kevesebbet fújom az orromat. Gyere. Iszunk valamit. Oh! Tartok az öcsémhez, képzeld el, azt mondták a hidegbe, hogy jön a jégeső, jön a vihar, de... Hát nagyon remélem, hogy nem fog esni, mert akkor nem fogunk tudni bemenni szörfözbe, amúgy itt állok most a lámpánál, már mutatom. Oda nézze, látod? Onnét nagyon sötét az ég, ott van amúgy szembe a víz. Na várjak, közel valaki hív. Öcsém! Hívott, hazaérkezett. Mutatom. Látod? Ott a vége.
a felhőnek, vagy az eleje, attól, hogy honnét nézed. Ott megy le a nap, olyan szépen néz amúgy most ki. És úgy beszéltünk az öcsém a telefonon, hogy ha addig nem ered meg, és úgy néz ki, hogy talán nem fog ideérni, akkor bemegyünk és lesétálunk egyet a part, meg körbenézünk. Ugye szokás szerint már nagyon régóta nem voltam lent szörfözben, már most már pár hete. Vagy nagyon fújt a szél, vagy esett az eső, vagy valami mindig volt, hogy nem mentünk. Általában pénteken mindig el szoktunk ugye menni, de most egy jó ideje nem voltunk. Ami mutatta, odanéz. Látod? Na, nem tudom. Hogy néztem a híreket, vagy néztem a kommenteket, ugye is sokan kommentálnak a hírekre, és azt mondták, hogy egy jó ideje, hogy csak így áll az egész felhő, tehát sem előre, se hátra, csak így van. Nem esik, csak úgy van egy helyben. Bár azt mondták, hogy jön a jég. Lehet, hogy estére ideér, bárki tudja, mindig csak mondják. Itt vagyok fönt az öcsémnél, ahogyan látjátok, ugyanis képzeld, ideértem és elkezdett csöpögni az eső, bár most nem esik. Látod? Ott a felhőnek a széle, és amúgy arra felé onnit is jön egy. És itt felettünk, ott a... Most pont nem esik, de azt gondoltuk, hogy ha véletlenül elindulunk befelé, ugyanis innét körülbelül a forgalma mindennel együtt egy olyan 15-20 perc körülbelül a vezetés, és mire beérünk, és ha elkezd szakadni az eső, még a jég is esik, akkor még az autót is összeteri, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatjuk meg, úgyhogy most is itt maradunk. Még már tényleg jó régen voltunk szörfözve. Már jó pár hete szerintem. Aztán képzeld el, mi történt múlt péntek óta. Ugye emlékeztek, itt voltam múlt pénteken is, és azóta az öcsém megszerette a korona sört, látod? Ő is olyat fog inni, azért mert... Na, azért mert nincsen másik. Úgyis elfelejtett venni múlt hét óta. A múlt héten mondta pont, hogy nincsen sem, mert kell neki venni, csak ez a korona valamit, hogy annyira nem szeret. Nem mert elfelejtett venni. Van még a lime-ból? Van. Ki tudja, lehet, hogy a teához reggel azt szopogatod, olyan. Úgyhogy valószínűleg megint ide leülünk, úgyis már régen ültünk itt kint az erkén, aztán ittünk egy sört. Múltkor valaki kérdezte, hogy mi mindig iszunk sört minden pénteken, nem minden pénteken iszunk sört. Akkor iszunk sört, hogyha feljövök ide az öcsémhez, akkor iszunk egy sört, és a sörmenet... Mit? Évente háromszor. Ja, évente háromszor, kivéve most az utolsó egy pár hétben, ugyanis mindig ide jöttem, mert vagy esett az eső, vagy fújt a szél, vagy valami, mindig valami volt, hogy miért nem mentünk. És sör mellett nyugodtan lehet vezetni, ahogy szoktam mondani. Egy sört megijadsz, két sört megijadsz, minden órában egy sört megijadsz, mondjuk úgy. Bár nem lehet azért húzásba vinni, mert itt is van azért határ, de mellette lehet vezetni. Csak ne vidd túlzásba az ivászatot. Na, ahogy nézem, nem tudom, oda nézd. Látod ott a vizet? Olyan, mintha kezdene olyan esni, vagy csöpögni, vagy csak azért, mert hullámzik a víz. Na ide! Úgy sem menjünk sehova se. Úgyhogy hozzuk azt a hideg sört. Borítottál. Faszol van a sört? Te! Melyiket emtettek még? Tessék egy kis picikét. Hogy itt a lan. Még mindig jó állapotban, de kicsit kemény. Meg hideg. Nem? Neked. Hát neked tudom, hogy mindegy. Úgyhogy miért van ebbe a szatyorba? Nem bántam. Várjál, hozok valamit, mert mindig azért reklamál, mert sosem viszek semmit, nem segítek neki kipakolni. Bár sok minden nem kell kipakolni, mindig hoz ki ilyen kis cukorkát, vagy ilyen kis ropikát, de egyet vagy kettőt, ha megeszek belőle, de legalább ott van. Mit? Gumicukrot, de kérek gumicukrot. Mit? Mert még mit lehet választani? Várjál, mit? Na nézzük, mit lehet választani. Mit lehet még választani? Nem, azt mondta, hogy nem mutassam, amúgy lehet ilyet választani. Kérsz ilyet, száraz. Szára, akkor nem. Hát megettem minden. Dehogy ettem meg. Múlt héten még találtam. Nem, nem van benne. Ja, látom. Ez már maradék. Ennyi én kaptam a maradékot. Na minden. Mintha gyerek, kiülünk. Segítek kivinni a sörömet. Segítem kivinni az ő sörét is. Megisszük, aztán elmegyünk hazafelé. Legalábbis én elmegyek hazafelé. A Davis ma valószínűleg korábban kell elmenni aludni, ugyanis délután képzelem megint nem aludt. Úgyhogy mire azért biztos, hogy vagy akkor megy aludni, általában mindig, amikor azért pont képzeld, akkor megy aludni, vagy pont akkor ment aludni, még odaérek, hogy még átok tőle, ugye köszön meg tudom nézni, mielőtt elalszik. Na mindjárt, most kiülünk ide, aztán ülünk egyet. Itt vagyok az autóval, hogy látjátok, elindulok hozzafelé, megittem a sörömet, az öcsémet is. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, ugyanis mire hazérek, hogy mondtam, hogy Davis már vagy alszik, vagy próbál aludni, vagy lehet már el is aludt. Ugye mondtam, hogy délután nem nagyon aludt, úgyhogy biztos, hogy korán el fog aludni. Ugye ezt a mai videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!